Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Oliverrel néhány hete voltunk a The VR Timeout podcastjében, ahol Pisti nekünk szegezte a kérdést, hogy oké, de ki lehet menni akármilyen autóval egy pályanapra? Meg egyáltalán mi kell ahhoz, hogy kimehess egy pályanapra? Mi alapos emberek vagyunk, úgyhogy utána járunk. Kijöttünk egy SSGT-re, ugye ez az a pályanapos buli, amit az Ambeli Ákos szervez, és én a gumiktól eltekintve szöggyári Mazdámmal fogok menni. Nagyon jó a rendezvény, nagyon változatos autókkal jönnek emberek, vannak itt viszonylag hegyes modern gépek, de van például, aki simán ideállít egy F-Astrával, egy 1.4-es F-Astrával, mert, mint tudjuk, nem a lóerők száma fogja meghatározni, hogy mennyire érezzük jól magunkat, és hogyha valahol, akkor ezen a rendezvényen ez hatványozottan igaz. Ez itt amúgy a Kakucsring. Magyarországon talán ez a belépő versenypálya, biztos vannak ennél kisebbek, szerényebbek, de itt a legjobb elkezdeni, több okból is. Egyrészt keresni kell az egyenest, folyamatosan kanyarodik, meg tudja tanítani az embernek az ideális íveket jobbosból, balosba, balosból, jobbosba, vissza. Van két mérleg kanyar is, ugye. Aztán szinte jó, hogy nincs nagy tempó, nekem a 140 lóerős MX-et az durván ilyen 120-at tud nagyjából elérni a célegyenes végére, és ha nincs nagy tempó, nem kopik a fék, nem kopik a gumi, és főleg nem lehet nagyot esni. Ez külön jó az egészben. És ami a legeslegjobb, hogy itt az SSGT-n, most ahogy így belenéztünk kívülről, egy jól összeszokott, amúgy kedves társaság van, Ákos is azt mondta, hogy sok a visszajáró. Mindenki úgy áll hozzá, hogy beülök melléd és segítek, vagy akár, hogy gyere, próbáld ki az autómat, nézd meg, vagy viszlek egy kört. És ezzel tényleg lehet tanulni, lehet fejlődni. És az árérték arány az pedig elvitathatatlan. Tehát, hogyha tényleg az van, hogy az ember idejön mondjuk 25 ezer forintért, és ezért tud nyomni mondjuk akár csak 70-80 kört, most ha gokartozásra visszaszámolom, ilyen pénzbedobós, bérlős gokartra, hát verhetetlen. Szóval először kijövök egy pályanapra. Íveket, hogy érdemes kezdeni egyáltalán? Gondolom alulról építkezünk. Az van, hogy az egy pályanapra kimész, az egy dolog. Nálunk ez úgy működik egyébként, hogy én az összes újjal, tehát addig föl sem mehet egyedül a pályára, amíg nem mentem vele. Ami azért fontos, hogy tudjam azt, hogy ő neki mik a képességei, meg ne féljen. Tehát most érted? Most gondoljatok bele, nem voltatok még soha versenypályán, de most itt a lehetőség, hogy lehettek. És egyedül neked oda kell állni a rajtba, és csak annyit mondanak, jó, menjél, hello. Azért az gáz, nem? Én azt gondolom. Általában a pályanapokon ez így működik, viszont nálunk úgy van, és ez most nem önreklám, meg nem promózás, meg nem ilyen hülyeség, csak vannak olyan pályanapok, mondjuk az enyémről tök csak, ami úgy működik, hogy amíg nem mentél pályán, addig föl sem menj, nem akarlak beledobni a mély vízbe, meg ilyesmi. Az szokott lenni, hogy 8-kor reggel találkozó ugye a büfénél, és akkor 8-tól 9-ig megyek az újakkal, ami azt jelenti, hogy megyünk 5-10 kört, képességtől függően. Van akivel két kört megyünk, és azt mondom, hogy jó, oké, te voltál már pályán, voltál itt, de nálunk még nem, mutasd meg, mit tudsz. És akkor jó, indítsd el a hátulját, hogy fogod meg, tudod, kíváncsi vagyok, hogy ne legyen ilyen baleset. Aki meg sosem volt versenypályán, annak meg nem megmondom, hogy menjen, hanem tanácsot adok, hogy én így mennék, én így megyek, én így szoktam menni, már 7000 kört mentem, érted? És akkor vagy megfogadja, vagy nem. Amikor nem fogadja meg, akkor azért, és veszélyesen vezet, akkor azért próbálom benne nyomatékosítani, hogy szerintem az így jobb a guminak, tudod, valamire ráfogom, hogy ne azt érezze, hogy te hülye vagy, nem így kell menni, hanem azt mondom, hogy én így mennék, mert a gumi tovább bírja, a kocsinak az izé, na, szóval ilyenekért. Nem tudom, hogy ez most értelmes válaszolta a kérdésre, biztos nem. Mai videónkat a Car Vertical támogatja. Értem én, hogy kell a pénz, de nem már Car Vertical. Car Vertical. Nem már. Kár, hogy Car Vertical-t reklámoztam. Car Vertical átverés. A Car Vertical-t sokan bírálják azért, hogy a jelentésekben nincsen megfelelő mennyiségű vagy minőségű adat. Ha te is úgy érzed, hogy ilyen jelentést kaptál, akkor visszakérheted a pénzed. Nézzünk is meg egy mintajelentést. Itt van Anti Mazdája, ami egy 2003-as autó. És ennél is, ahogy sok más hasonlókorú autónál, sajnos nem találtunk megfelelő mennyiségű adatot. Hogyha ilyen történik veled, akkor a Car Vertical kreditek formájában jóváírja a lekérdezést, amit későbbiekben egy újabb lekérdezésre tudsz felhasználni, vagy ha esetleg nem vagy elégedett ezzel, akkor az ügyfélszolgálaton keresztül visszakaphatod a pénzed. A Car Verticalnak az a célja, hogy amikor te használt autót veszel, minimalizálja a kockázatot, és a lehető legtöbbet meg tud a kiszemelt autóról.
A szolgáltatás 27 országban működik, és 900 adatforrást használnak a jelentés elkészítéséhez. Nem feltétlenül szükséges az alvászámot ismerni, akár rendszám alapján is le tudod kérdezni az autót. Az adatok gyártóktól, kereskedőktől, biztosítóktól vagy árverési oldalakról, esetleg országos nyilvántartási oldalaktól származnak. A CarVertical folyamatosan dolgozik azon, hogy fejleszék adatbázisaikat, hogy neked jobb szolgáltatást tudjanak nyújtani. Ha szeretnéd te is kipróbálni a szolgáltatást, akkor használd egy Check Engine kuponkódot, amivel kaphatsz 20% kedvezményt. Részletek a leírásban és az első kommentben található linkben. Hányan jönnek el egy pályanapra jellemzően? Hát én lelimitáltam 35-40 autóra. Régen 55-en voltunk, 60-an. Akkor ugye nyilván olcsóbb volt sokkal, mert eloszlott a költség. Mondd kérlek a költségeket, mert hogy ez azért elég lényeges szempont. Régen 15 000 volt egy pályanap, most meg talán 5 000-rel vagy 8 000-rel több. Ez mindig változik. A létszámtól függ, gondolom. A létszámtól is függ, meg a kedvünktől, ugye ezt Oliver mondta. És ebbe benne van az időmérés. Ebbe persze, hát ez semmi, ez a rajtszám, és az autóra szól a rajtszám, nem emberre, tehát maximum 3 fő vezethet egy rajtszámot. Tehát ide jöhetek, bedobtok egy nevezést, és akár oszlik pontosan, a haverokkal a költség. Tehát nézd meg, most nem lenézésből, van itt egy Suzuki, vannak itt ilyen olcsóbb kategóriájú kezdő emberek, autók kezdő emberekkel, és nem gond az, hogy ketten összedobnak mondjuk 20 000 forintot, és jól érzik magukat, érted? Mennyit tudsz menni egy nap? Tehát, hogyha szerencsése jön ki, figyelj, nincs ott pályazár, nem törj össze magát senki, hanem úgy értelmesen elautózva mindenki, akkor hányszor tudok felmenni? A zöld F-Passztra, ugye, nem tudom, láttad-e már? Na, hogy láttam. Ilyen 150-200 köröket szokott menni. Egyeses GTI. Persze. Tehát, hogy vannak elvetemültek, régen én is ilyen 200 volt, amikor 240 kör, amikor turbós lett a Swift, akkor kiszálltam belőle. Tehát akkor 240-50 kört mentem itt egy nap. Csak tankolni jöttem ki, semmi más. Az első és legfontosabb, hogy legyen rendben az autó. Na most, hogy rendben van az autó, az konstrukciósan, meg típusonként eltér, mást jelent, de azért vannak örök igazságok. Például legyen rajta jó gumi. A fék ne legyen teljesen kiválasodva, ne legyen vason a betét, legyen benne elég olaj, legyen feltöltve hűtővízzel, emeljen ki a kuplung, és a futómű ne lógjon, ne folyjon a gátló, ne legyenek szétszoposodva a szilentek, és nagyon-nagyon sok ilyen apróság, amin végig érdemes menni. Azért, mert ide az ember alapvetően azért jön, hogy jól érezze magát, és amikor leautózol 70-80 kilométert, meg kiveszel egy szabadnapot, és azért nem tudsz menni, mert van egy szakadás valamelyik gumiba, az nagyon-nagyon el tudja rontani az ember kedvét. És ha már gumi. Teljesen mindegy, milyen autóval jössz ki, egy szöggyári G-Astra-val, vagy egy rendes Evo-val, vagy Imprezával, a gumi az mindenképpen kopni fog, ha utcai, ha versenygumi. Na most én nem szeretném az utcai gumiaimat lenyalni, ezért vettem egy set semislicket, ez egy Extreme Tires, ez egy lengyel csoda futózott semislick, 50 000 forint volt a 4 darab felnire szerelve, úgyhogy az előző tulajdonos 1 évet járt vele utcán, tehát meglehetősen jó állapotú. Ezt a kis fodrozódást, ezt már én csináltam rajta szlalomversenyeken, meg egyéb pályanapokon. Ha az ember kicsi, könnyű autóval jön, akár mint egy ilyen Esztergomi Swift, vagy egy MX-5, akkor nem nagyon fog kopni a technika. Minél nehezebb, minél nagyobb, minél inkább túlmotorizált az autó, annál jobban fog fogyni. De mindegy is, a guminyomás beállítása, hogyha nem mentél el a mérettel attól, amit a gyártó meghagy specifikációnak, én nem mentem el, csak ugye ez egy más keverék, akkor érdemes maradni annál, amit a gyártó ajánl. Most ennél az MB-nél 1,8 bar van megadva, viszont itt bejön egy kis trükk, ugyanis hogyha fölmész a pályára és körözöl, és megmelegszik, akkor ugye nőni fog benne a nyomás. Ezért amikor lejössz az első stintedről, akkor utána érdemes beállítani a keréknyomást a meleg értéken, hogy amikor legközelebb felmész és bemelegszik, akkor már jó legyen. Jellemzően amúgy engedni kell. Na most a gumit hozhatod magaddal. Hogyha valakinek az autójába befér 4 gumi, az enyémben nem fér be, akkor le tudja magával hozni, át tudja cserélni, de az első pályanapod előtt, ha vettél egy másik kerékszettet, még otthon próbáld ki, hogy garantáltan elfér-e, nem ütközik-e bele sehol, nem darál-e sehol, és hogy általában jó az osztókör, az ET, a minden. Meg úgy általában érdemes ránézni a folyadékokra is. Nekem ez itt egy jó karban lévő autó, utcai használat mellett egy perióduson nagyjából ilyen 8 deci körül csipeget el, viszont a versenypálya az egy fokozott megterhelés, ugye sokkal többet mozogsz tiltás közelében, mint amúgy, meg hát azért az erőt is le kell adni, ezért érdemes, én egy 2-3 stintenként rá szoktam nézni az olajszintre, lehet, hogy egy kicsit túlaggódom, na most így az első felmenetel előtt meleg motorral 2/3 körül vagyunk, mint tudjuk Magyarországon egy 2/3 mindenre elég.
viszont azt nézem, hogy a hűtővizem az bántóan kevés, úgyhogy arra mindjárt töltök is. Nagy általánosságban azt el lehet mondani, hogy ha az autód átmegy a műszakin, mármint nem a diák igazolványoson, hanem egy valódi műszakin, akkor azért olyan veszélyesen sok probléma egy pályanapon sem lehet. Folyadékokra figyelj, fékre, gumira figyelj, kuplung, ilyesmi, de amúgy nem lehet veszélyesen nagy gond. Annyira jó egy MX-öt ide, ez igen, elképesztő. Megjön a kis ereje, kitolja a seggét. Nagyon jó. Itt valami koppan. Aha. Nem tudom, minden a helyén van, és minden fasza. Torony vagy valami, nem? Nem. Tudod, mi szokott még? A fék nyereg. Maga a fék, majd ballábféke, gyere át ezen, és akkor kiderül. Lecsúsztam. Az van, hogy nagyon sokat hagysz benn. Nem mész, nagyon jól mész, de hagysz benn sokat. Ha. Így? Aha, nagyon jó, gyere. Igen, itt elgondolkodtunk egy kicsit. Igen, elment a... Majd kövibe menjünk lassabban. Megyek úgy, hogy nem gangolok, hanem háromba folyatom. Háromba végig, igen. Itt bejövök egészen a falig, szigorú fék. És már gázzal mész kifele. Igen. Itt bentről kezdem, ugye? Nem megyek ki. Igen, én itt bent szoktam maradni, és még tartom is ott a vonalig. Ide ki a vonalig, aha, és innen vissza. És gyere föl bójára. És a sikán végén szoktam átmenni. Látod? Csak aha, hamarabb kell, hamarabb. Rájössz majd. Jó. Na figyelj, te kormányzol. Hát ez ugye itt tökéletes. Mehetsz egyenesen. Picit lassabban megy most, hogy meg tudjam mutatni. Kiengedem, azt mondtad? Itt már betonon kéne lennünk, és itt meg gumin. Szóval a következő körben gyere itt lassan. Jó. Itt meg engedd le nyugodtan. Már hogy kifele? Ah, persze, én ott szoktam a szélén álljönni, és akkor később vissza, és ez sokat számít. Nekem nem rossz ez a gumi. Mi a faszkattan egy? Nem tudom, minden a helyén van, tényleg megnéztük. Beszűkre, azt mondtad. Itt kint maradok? Ja, kint maradsz, és gyere föl bójára, még. És most, puf! És már mehetsz ki oda. Aha. Igen, és innen navigálok át a két lámpa közé. Ja. Jó, itt megint szűkre itt ez. Ez jó, igen, ez egyenesen. És mondtad, hogy itt most lassabban. Itt most menj lassan. Még lassabban. Fékezz. Még fékezz. Nézd. És innen igen. Be. És most gyere. Ja, most értem. Hopp, bocsánat. Húpasz meg! Ne, ennyi sok... volt még ennyi. És itt engedd le. Szóval érted azt a kanyart? Igen. Ha az igen. Megvan, utána már az egész jó lesz. Kiadja. Ami viszont nagyon fontos, pakolj ki mindent az autóból. De tényleg a csomagtartót egyértelműen, hiszen az aszfalt nagyon jól tapad, jó lesz a tempó, emiatt minden iszonyatosan el fogsz állni, de még az utasteret is érdemes kicuccolni, mert ha mondjuk a gyerek bent felejtett egy vizes üveget a hátsó ülésen, és az első féktárnál előre repül, és mondjuk beszorul a fékpedál alá, az azért el tudja rontani az ember napját. Ezt ki lehet bírni röhögés nélkül. Szóval, cuccoljatok ki! Aki igazán igényes, az még hozhat magával egy ládát arra a célra, hogy ne úgy nézzen ki, mint egy putri, hanem szépen össze tudjon mindent rakni egy helyre. Csak az a baj, hogy én ugye egy MX-5-tel jöttem. Ha még egy ládát is be kellett volna raknom, akkor én otthon maradok. Ja? És hozzatok kesztyűt, mert akkor nem kell folyton kezet mosni, rohangálni. Mit kell magaddal hozni? Legeslegfontosabb, szalmakalap. A versenypályán viszonylag ritkán van árnyék, de legalább a beton lentről még nyomja vissza a meleget. Érdemes fölcsöpni, hogy ne kapjál napszúrást. Na de viccet félretéve, sisak. Ezt rendezvénye válogatja. Van, ahol lehet menni nyitott arcos bukóval, nyitott autóval, van, ahol csak zárt arcos bukóval lehet fölmenni. Azért nyilván egy ilyen utcai közlekedés szabályinak megfelelő motoros bukó benne az eljellel azért sokat segít, ezt jellemzően mindenhol el szokták fogadni. Hogyha bukócsöves autóval mész, akkor meg hát nyilván kötelező, hiszen nem nagyon jó lefélni a bukócsövet mesztelen kobakkal. Aztán, hát most ez a keresztkulcs azért van nálam, mert ez mindig az autóban van. És hát ugye ez egy fokozat megterhelés, érdemes hozni olajat is. Aztán alapvető szerszámok, egy emelő, egy kerékleszedő, egy nyomatékkulcs, valamint nagyon fontos ponyva.
A ponyva az azért kellhet, mert nem mindig vannak ilyen luxus körülmények, mint Kakucson, hogy betonon tudunk állni, sok versenypályán csak a fűre tudsz leparkolni, és főleg nagyobb esők után nagyon kellemetlen cupogni a sárban, összecseszi a gumit, mi egyéb, kihúzol egy ponyvát, neked is kényelmesebb az életed, meg úgy általában az egész érzés jobb. Aztán, ami még szintén fontos, az az, hogy legyen nálad az ilyen földes pályákon egy deszka, amire rá tudod tenni az emelőt, nehogy az legyen, hogy elkezdesz emelni, és az emelő így bemegy a földbe. Ami szintén elengedhetetlen az előbb már emlegetett gumikérdés miatt, az egy nyomásmérő, én most a céges Parkside-ot hoztam el, nyilván nincs hozzá tömlő, majd visszapumpáljuk napvégén, de a nyomást ezzel is meg lehet nézni. A Béla nekem azt mondta, hogy érdemes most már inkább a digitálisokra hagyatkozni. Nyilván lehet ezt még fokozni, el lehet rakni még egy csomó egyéb dolgot, de azt gondolom, hogy ezek azok, amikre leginkább szükség van. Ávalom úgy biztos vagyok, hogy a világ legnyugodtabb sofőrjei azok, akik éppen hazafele mennek pályanapról. Az ember a földön húzza a kezét maga után, Csatakosra izzadta a mindenét, tényleg ott van alatta a Balaton, mert nagyon megterhelő fizikailag, főleg egy ilyen naposabb napon, nagyon megterhelő mentálisan, hogy az ember folyamatosan a szemkész koordinációra odafigyeljen, az ívekre odafigyeljen, a féktávokra odafigyeljen. De jó, annyit megtudsz az autódról, mint máskor több év közlekedés alatt, és tényleg bármivel érdemes idejönni, ha más nem, vegyél rá egy szett olyan gumit, amit nem sajnálsz, ahhoz, hogy megtanuld az alapokat, tényleg még egy lefutott utcai is jó. Aztán, hogyha elkap a gépszíj, akkor jöhet az első tuning. Egy szetrendes gumi. Meg aztán a közösségi élmény. Tehát, hogyha ti úgy döntötök, hogy a haverokkal hárman neveztek be, három felé oszlik a benzin, az úti költség, a nevezési díj, és tudtok autózni még mindig fejenként legalább 30-40 kört, ami szintén baromi sok. Szóval nem tudok más mondani, gyertek le pályanapozni, itt kell próbálgatni az autót meg magatokat. Itt van lent a link, ahol eléritek a jelentkezést, aztán lehet jönni, meg kell mutatni. Most pedig leveszem a transpondert, mert nagyon kellemetlen lenne, hogyha majd Budapestről kéne visszahozni, főleg, hogyha elhagynám, mert drága dolog.